Itt van Paguk Viktória. Hogyha nem ismernénk, akkor az ovációból akkor is körülbelül kiderülne, hogy egy magyar van a jégen, és Sebestyén Julián kívül magyarként csak ő indulhat. Ketten indulhatnak magyarok az országos bajnokságon, dőlt el, hogy nem Pótia, és nem Dorofejev Tamara, hanem ő. Tripla luc, tripla tóluk, tripla-tripla ugrás kombináció, hibátlan, gyönyörű. Pici megbillenés, de talán elfogadják hibátlannak a flippet. Szabadult mosoly az arcán. Szakó Krisztián, Sebestyén Júlia után csak azt lehet mondani ő rá is, hogy gyönyörű. Élet első Európa-bajnokságán ilyen közönség előtt otthon bemutatkozni. Csodálatos produkció. Ilyen magabiztosan, ilyen lendületesen, hibátlanul korcsolyázni. Megugrani, megmerni ugrani, belemerni menni egy tripla-tripla kombinációba, amiben még a legnagyobb bak sem, és nem vállalták el nagyon sokan a tripla-tripla kombinációt, és ő megcsinálja. Csodálatos. Vidrai Szabolcs köszönti az edzője.
kéne, hogy történjen egy pontozásos sportágban, hogy az Európa-bajnoki esélyest megelőzze valaki, de tehát csak a produkciókat összehasonlítva, Szokolova nagyon régen futott már, 1:30-kor, vagy 1 órakor is bizonytalankodott, és mondjuk egy ezelőtt 4 órával futó korcsolyázót összehasonlítani Pavuk Viktóriával elég nehéz dolog, de Viktória mellett kell, hogy szóljon az, hogy ő később futott, és ilyenkor a pontozóbírók egy kicsit meg kell, hogy nyomják a ceruzájukat. Nagyon-nagyon jó produkció volt ez, nagyon jó. Jó pontok, nagyon jók ezek a pontok. 5,5-től 5,7-ig kap a technikára, de ennyit kell is kapni akkor, hogyha valaki kombinációban tripla-triplát ugrik. Ennyit kell akkor kapni. Előadásra adnak 4,8-at is, ne! 5,7 is van ott. Atya úristen, ez valami nagyon jó helyezés. Ez a harmadik helyen áll Pavuk Viktória. A harmadik helyen áll, az első háromban 2 magyar. Itthon egy hazai Európa-bajnokságom. Ennél szebben nem kezdődhet a holnapi nap. Ennél szebben.